a kurva anyád, a te hülye személy! Szopogassad, faszkalap! A tűnés a picsába! Egészen értetlenül a... Van a Miles Davisnek egy lemeze, érte nem az ögé, hanem a Cannonball Adderley nevű úriemberi, aki egy ilyen nagyon szoftos, nagyon vidám, nagyon laza jazz játszik. Tehát ez egy kis nyugis jazz, és azon trombitál a Miles Davis olyan hihetetlenül vidáman, egy lemezen keresztül végig, kurva vidáman trombitál. Soha életében nem trombitált vidáman. Van róla egy kép, ahol mosolyog. Ne. Ezt úgy köröztetik néha a Facebookon, jazz oldalakon, és akkor ugye nézzétek, Miles mosolyog. Szóval az a csávó az olyan volt, mint hogy állítólag, ami egyszer történt, hogy ő ment lehúz a John a Harley Davidsonával, és így mellé értek a pirosnál páran, így felzárkóztak mások is ilyen erőteljes motorokkal. Rollerrel, rollerdeszkával. És akkor ugye a körbenézett elégedetten a lehúz a John, csak annyit mondta, hogy ezen a motoron nem mosolygunk. Tehát Miles Davis azért kicsit ilyen volt szerintem, hogy ő azért nem kacarászott, és ezzel mondom... Figyúz azért, most a gangsta után a Danhuzának beszólni azért mindenképpen popperség. Nem, semmiképpen nem akartam beszólni, de az körülbelül olyan, mint amikor a derék fideszes a hajlékonyon röhög. Nem, tehát ezt szeretném mondani, hogy felőle mosolyoghatna de ahhoz, hogy John Harley Davidson-a. Tehát engem egyáltalán nem szabad, azon mosolyognak. Ha már így a Danhuzon, haverjai megúsztatták őt a Dunában egyszer. Na, bazd meg, ez az aljasság, látod? Én csak felhoztam egy történetet. Na jó, mert kedves... azt mondták, hogy ott valaki ott fölborult egy motorral, ott valahol Szentendre felé az út, és tudod, van egy ilyen régi iratlan szabály, a motoros megáll, hogyha látja, hogy... Ő így amúgy rózsaszín, csávó összerakta a motort, tehát és tovább ment. Nagyon fontos, akár Harley Davidson vannak, akár nem, motoros bajban megállunk. Én toltam a robogómat, de komolyan Piaggio Bravo, el tudják kezdeni, az olyan, mint egy babetta, csak fekete. Nem is tudta addig a normális, egészséges ember, hogy a Piaggio készített ilyet, érted? Igen, amíg meg nem látták az enyémet. Eleve egy technikai nonsens az az egész. Toltam a Piaggio Bravo-t, és leálltak a főúton leállt a motoros csávó, és megkérdezi, valami baj van? És mondom, én nincs semmi, mondom, csak ide betolom. Oké, rendben, és meg tovább. Tehát egy ilyen esetben is, nem amikor fekszel. Szóval akkor meg kell gyorsan állni. Igen. Motorosokban még egyik van összetartás, nagyon furcsa. Amióta az eszemet tudom, tehát ez pedig a 60-as évek vége felé már kezdtem magamhoz térni, azért motoros az úgy mint a motorosnak. Szóval az mindig működött. Még a szocializmus a szép vitézben, az a János Vitézben is integrek a motorosok várjál, egymásnak. A János Vitézben ki énekel az Ihász, vagy a Delhúsza? Mi van? A Jankovics Marcellnek. Hagyjál, mit tudom én? A kettő közül az egyik énekli a Kukorica Jancsinak a odavágó dalait. Húbad meg, ez nekem nincs meg. Az a tyutyú a próza. A Vitéz. A próza hang. Igen. És valaki énekli? Hát ezt ugye meg tudom neked keresni, mert ez mondjuk én, sok. Én így elsőre Éhászra tippelnék, de aztán még lehet, hogy kijön a Delhúsza. Mindenkinek volt egyszer egy nagy gurítása. A kicsi huszárnak, tudod, annak a Jó reggelt Vietnám magyar hangja volt élete csúcspontja. Szóljunk meg még néhányat. A Vagesznak a csúcspontja a fekete leves volt. Tényleg? Életének a csúcspontja. Ezzel körülni fog, Vagesznek körülni fog. Most csináljunk egy nem ilyet. A narancs. Figyúz, para, most csináljunk egy ilyet, mint a vadbandában, amikor Pike-nak a kezébe kerül a golyószóró, tudod, és így kezdi ritkítani a Mexikát. Mindenkiről mondjuk el, mi volt élete csúcspontja? Életem, mit tudom én? Most kézzed, tehát mit tudom én, beszóltunk a gangstának, ami a világ legtökéletesebb marketing húzása volt, mert innentől kezdve a nézettségünk az 5 millió szorosra ugrik. Köszönjük szépen ezúton is, Zoli, téged azért szeretném. Nem, tényleg, köszönöm.